A Kortársa Csaplárban programsorozat következő két vendége Bartalos Tóth Iveta és M. Kovács Melinda lesz. Mindketten folyamatosan publikálnak, írásaik több napilapban, folyóiratban és honlapon is megjelennek. Tarcsi Alica, a Városi Művelődési Központ programszervezője beszélget majd velük. A rendezvény november 16-án csütörtökön 18 órakor kezdődik a Kultúrház Rácz Tibor kamaratermében. A Harmónia díjas Kevicki Tünde, Kollár Katalin, Kovács Nagy Andrea összetételű Opera Trio újabb koncerttel kedveskedik a közönségnek. A Világslágerek szimfonikusokkal című rendezvény november 21-én kedden 19 órakor kezdődik a Városi Művelődési Központ színház termében. Az est vendégek Kökény Attila énekes, a karmester pedig Medvecki Szabolcs lesz. A színházkedvelők november 22-én szerdán 19 órai kezdettel a Kellékes című darabot láthatják a Kultúrházban, amely a Víg Színház és az Orlai Produkciós Iroda közös előadása. A szereplő az ismert színművész Kern András. Színházi kellékesként egy előadás után teltháznyi közönséggel találja magát szembe. A kezdeti riadság után mesélni kezd az életéről és a színházról, a közönséget pedig elvarázsolja.